Ez az okosmérő már egy központi rendszerbe küldi a fogyasztási adatokat, ez alapján készül majd az elszámolás is. Még 2016-ban indult el az okosmérők telepítése Magyarországon, elsősorban a villamosenergia, a földgáz, illetve a víz- és távhőiparákban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a Nyírség Víz ZRT és a Nyírtávhő Kft. Vett részt a mintaprojektben, utóbbinál 80 millió forintból szereltek be az okosméréshez szükséges adatgyűjtőket a távhőszolgáltatásban érintett 16 ezer lakásba. Nyíregyházán valamennyi távfűtéses lakást fel tudtunk szerelni okos méréssel, illetve olyan adatgyűjtővel, amelyik egy központi számítógépre küldi ezeket az adatokat. Tehát Nyíregyháza áll a legjobban megyei jogú városok közül, ahol valamennyi távfűs fogyasztó már nézheti a saját fogyasztásait, ez már most már lassan 2 éve működik, és hát a fűtés elszámolás is ez alapján történik. Az okosmérés nem csak a fogyasztóknak jelent könnyebbséget, a szolgáltató munkáját is nagyban segíti. Nekünk nagy előny az, hogy látjuk a pillanatnyi városban az üzemállapotot, tehát látjuk a fűtöttséget az épületeknek, látjuk a fogyasztást, tehát mi meg tudunk olyanokat előzni, például csőtöréseket, szivárgásokat, amelyeket korábban nem láttunk. Most fel tudjuk a fogyasztók figyelmét hívni arra, hogy azt is látjuk, ha a radiátor nem működik, tehát látjuk azokat, ahol problémák vannak. Úgyhogy számunkra ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, nyilván reméljük a fogyasztóink számára is az lesz. A fogyasztók a központi okosmérés honlapján regisztrálás után részletes, valós idejű információkat kaphatnak fogyasztási adataikról, ha pedig plusz információt is adnak, cserébe részletes energetikai jellemzéshez juthatnak. A regisztrálni nem kívánok pedig az anonim lekérdezés menüpontban kérhetik le legutóbbi mért adataikat.